nyilván hát nyerni szeretnének a Veszprém kivételével, mindenki egészséges, és Pastor ki kell még emelni a játékvezetőket ezelőtt a szuperrangadó előtt. Ja. Lauge emelkedik, és őszintén telekom Veszprémnek. Bombács a gyors közép. Gólamdozott be, itt pedig Bombásnak a gyors középkezdésből. Ezekhez, akik most üres kapuval támadnak. Maé. Wimmel ezért lépett pályára. Tönnészenhez lőtt passz a balszérre, Wimmel. Na bizony. Ennek figyelik az eseményeket, és egyből reagálnak rá. Sostaric az indítással, Maé esik rá. Létszám hátányba kell védekezni, ugye egy... Tönnészen előtt nyílik meg a fal, szép passz Sostaricshoz, gól. A döntőt az volt. Amire mindenképpen szükség lesz a Szegednek 60 percen keresztül, és már három darab, két percet pedig kiosztottak, nem kérdés tartani ezt a meccset. És egy gyors szabad dob, kérdezi Wickler, hát itt mindenki csak nézte. Nenadić magasan, Strelek ugrik be, itt egy gyönyörűvel. Tudom, hogy lehet látni, és lassul a labda, úgy esik be, egyszerűen behullik oda a hosszú. De egy jó bejátszás, és Gaber gólt. Tönézen szenzációs passz, ott Sipos mellő mozgott le, ugye Gaber is. Jákja. Még a bal oldalába, itt a felük. Bombács. Rosta összeszedi, belövi. A műfajban jók. És eddig párosával dobta. Strelek a gyors közép után, az is gól. Az is gólt a Szeged, akkor lő a Veszprém is. Ők is megmutatják. Leteszi Sostaricsnak, aki marad. Tönnésze használhatja ki, gól. Bizony, még az előzőre nagyon türelmesen játszott. Bombács, Tönnészen, ezt is belövi. Akkor reagálni kell Ilics mester. Játékos a 6 góllal, Radivojevicsel egyetemben. Nenadić, Gaber zár. Tönnészen, 7-es. Védőpáros, itt lehet, hogy Nenadić ki is hátrál. Belövi. Közés a Veszprém egy kettővel többet hibázott. Nilsson, Jakia. Vissza Nenadić, összeszedi, bevárja. Két Nenadić gól, egy gólpassz, ugye előbb Nilssonnak. Jakja. Nenadić. Jakja is útba. Ötöm ezt a rohanást. Ima, you attack. Oké? Just one change. Ő teljesítmény. Hadós a jó játékkal. Ott lehet látni, hogy Jahia mellett, mögött és ügyben. Radivojevic kapufa, és nem pat. Nem volt teljes teljesen, szerintem sem áll. Szerintem Makeda jönni fog. Bombács. Egy az egy. Melegít nagy rösszel. Lékai. Jó sánc után mennek a Tisza partiak. Rossz. Mikler bravúr. Bombács. Sipos. Még nem ez a falt. Ez. Hát. Ez ésnek a... az agresszivitása. García Andia lőtt. Ez a hosszú passz volt a lényeg, most látok, kedves nézők, hogy ezzel a hosszú passz... Makeda. Margucs. Gól. Igen, ugye, amit láttunk, a hiány... Előnyben a Szeged. Rosta. 7-es. Attól kezdve, ugye ez már egyértelműen 7, és lehet majd látni, és belül jön Makeda. Igen, de ezek a 7 méteresek, ezek nagyon... Tepül, amikor láttuk ilyen jól védeni Wickler. Bodó. Margucs. És gólt lő Margucs. A két csapat nagyon magas szintet mutat, amint az... Nagy bravúrja. Bodó! Teljesményeket egy Szeged részül, mint Bodó Ricsi, Mikler Rolandi. Bizony, Mikler... Bodó. Bombács repül be. Ott, itt lehet látni, a Sipos odalépett, és mire már Lau... Pastor csapata szertett erre az egy-két gól. Maé. Bejátsza Nilsson. Nagyon gyors. András Nilsson a Veszprémnek a támadó játékába. Bodó remek leki. Makeda. Lendület, hogyha ilyen gyors módon a felállt. A helyen találta magát Bodó. Bent van. Nézni kell az órát. 10 másodperc. Rosta. Megszólalni ugye, hogyha most a Sipos 2 percét. Miki is jól szállt, de gólokkal. Azt gondolom... García Andia. Szép gól. Most a legjobb pozíciót, ugye itt még előbb a García. A belső posztokon a Veszprémi oldalon. Jakje bepattintja. Beszéltünk, hogy egy pár szó az első időben hiányzott. Nenadić, Blagotinšek, nem is kellett sík. Most erősen a Szeged.
Margucs. És ezt a labdát azért érdemes megnézni. Laugeber felé vezet. Nenadic. Visszateszi Laugénak. Ez viszont góllal fejed. Óriási fordulat a második félidőn. García Andía, gól. Támadása akkor nem az igazi, hogyha valami újra a pálya, lehet, hogy Gabernak vége a mesnek, és itt van már. Jakia. 7 méter prostának, ez nem volt kérdés. Így van, így a lövő van kezére. Kenten Maé. Belövi. Hozzanak, mint ahogy mondtad, Strelek kihagyott üres kapusa. Fordul. Másodszor már nem tudja meglepni a Veszprémieket. Cupára az üres kapura. Gól! Cségről beszéltünk a egyik oldalon, a Veszprém oldalon, hogy ez teljes. Megint a Nenadic vezérelte emberelőny. Na náhogy gól! A kapus teljesítményt is kiemeltük, és az Nenadic szép passz. Blagotinsek fog. Itt neki, hogy fejlövést kapott. Igen, de előtt azért. Így még Laugé. Makéd az ittszer. Belövi. 15 perc és 53 másodperc. Bodó kapja meg a labdát és teszi be Rostának. Egy hetes ki. De belefér a szegedieknek a Telekom Veszprém ellen, hogy van egy 0-5 meg egy 0. Bodó gól. Ezért mondtam meg ezzel, hogy furcsa pás, hogy Bodóri sikerül közé. Nenadic labda, Nilsson. Na. Megint egy olyan ordító kihagyott zicser, ami fordulatot hozhat. Bombács! Lehet el egyénieskedett Veszprémi akció. García Andía. És jött, mert most ugye a Szeged. Back to back! Tudod ezt tenni? Jajjaj! Szépen kifaltoltam. Nenadic. Becsúszik. Bács. Bodó. Gaber. Hét-hét, itt felgyorsítják a labdát. Egy gyors passz, még egy gyors. Blonszki van! Maga mögé kapja. De belövi! Szenzációsan zárni fogja Blagotinseket, fogjuk látni szépen a Blagotinseket. Lauge átemel, beugrik, belövi! Kulcsfontosságú gólt lőtt most a Veszprém csapatkapitánya. De Bodó van! Valaki más egy méterről lőne. Igen, két. Nilsson Nenadichoz, Jakia. Nagy gól ez is. A mező legeredményesebbje. Bodó. Gól! Bodó Ricsi hente. Megnyerte a Veszprém. A harmadik két perc, ez már egy piros lap lesz. Igen, emelte gól. És ha igen, akkor mikor? Jakia befutás, gól! Sietnie kell a Szegednek, Bombács! Cupára! Visszanézik a... Sipos lendítette a bal karja. Meg kell tartani a labdát, semmi más dolguk nincs. Nenadic még lő egy gólt. Hát azt gondolom, hogy megérdemelten nyert.